Kapta Ibolya következik. Ibolya így val magáról. Organikus emberi lény. Nő. Két fiatalember, Norbert és Marcel édesanyja. Életének középpontjában az emberré válás, a tudat és a lélek áll. Nyitott és szabad gondolkodóként elsősorban embernek vallja magát, minden más bélyeget funkció szerint használ. Ibolya jelenleg a nemzetközi non-profit szektorban járja útját, a Nők egy gondolkodó világért nevű kampány és mozgalom projektigazgatója és professzor László Ervin munkatársa. Csapatában nemzetközi gondolkodók, történelemmesélők, kócsok dolgoznak a feminin és maszkulin energiák kiegyensúlyozásának érdekében, melyet Ibolya a dolgok gyökeréhez érez, és nélkülözhetetlen feltétele egy fenntarthatóbb, igazságosabb világ létrehozásának. Kifejezetten szereti a keleti tanmeséket. Előadásának címe Feminin tudat, az őserő útja a 21. században. Röviden így tudnám bemutatni az életemet. És úgy gondolom, hogy ezzel mindannyian így vagyunk. Először egy utazásra hívlak benneteket, egy élményemet fogom megosztani veletek, ami jó néhány évvel ezelőtt történt. A végével kezdem. Azzal a pillanattal, amikor már befejeződött a nyaralásom, és én útra indultam. Tele szeretettel, tele örömmel, és úgy éreztem, hogy az egész világ csak egy nagy szív. És akárkire néztem, amikor elindultam, szeretetet éreztem. Észak-Olaszországból egy kolostorból indultam el. Minden nyáron oda menekülök el a világ elől. Az egyik nagynéném a három közül, akik apácák, ott élt több mint 60 éven keresztül. Nekem az a hely, a többi másik két kolostorral együtt, az a fajta menedék, ami segít abban, hogy önmagamhoz visszatérjek minden évben, abból a rohanásból, ami mindig kijutott az életemben. Tehát elindultam a kolostorból, és annak ellenére, hogy nehéz volt a hátizsák, mégis olyan könnyűnek éreztem magam, mert a szívem tele volt olyan energiával, ami szinte repített. Szombat volt, és egyetlen egy dolgot nem tudtam, az, hogy más a menetrend, a vonatok másképp indulnak, nem úgy, mint hétköznap, és én a hétköznapi menetrendekről tudtam csak. Észak-Olaszországból Lido di Jesulóba kellett elérnem. Volt elég időm, és mégis, amikor leértem az állomásra, megdöbbentem, mert kiderült, hogy nincs vonat. Nem lesz vonat, és én körülbelül 300 kilométerre vagyok Lido di Jesulótól, és fogalmam nincs, hogy hogy fogok odaérni, de tudtam, hogy valahogy oda fogok jutni. Gondoltam, hogy átmegyek a következő városba, és ott majd egy autóbusszal fogok akkor valahogy eljutni tovább egy másik városba, és akkor majd valami lesz. Abban a városban végül találtam egy állomást, és ez egy nagyobb állomás volt, úgyhogy reményeim szerint lehetőségem volt arra, hogy találok egy olyan vonatot, ami el fog vinni legalább Velencéig. És így is lett. Ahogy megérkeztem az állomásra, hallottam, hogy mondja a bemondó, hogy indul egy vonat, most érkezik meg, gyorsan rohantam jegyet venni, megvettem a jegyet, mentem a peronhoz, beérkezett a vonat, csodálatosan öltözött londinerek szálltak le a vonatról, és engedték le onnan az utasokat. És olyan jól éreztem magam, hát mondom, ez a legszebb betetőzés ennek a gyönyörű nyaralásnak, ilyen elegáns vonattal fogok most végig menni. Még jó is, hogy lekéstem az első vonatot, mert sokkal szebb és olyan kellemes kiszolgálásban lesz majd részem. Ezt gondoltam egészen addig, amíg felszerettem volna tenni a lábamat a lépcsőre, de nem engedték. Azt mondták, hogy nem. Felszállás nincs, csak leszállás. Mondom, és hogy szálljak le róla, hogyha nem engednek felszállni? És én Velencébe szeretnék, most vettem meg a jegyemet. Szó-szót követett, nem engedtek föl, mondván, hogy ez egy privát vonat, és ez Németországból jött, és csak azok szállhatnak le róla, csak azok ülhetnek egyáltalán a vonaton, akik Németországból indultak el. Ránéztem az órámra, és tudtam, hogy kész, vége.
nem fogom elérni valószínűleg Lidl-diazolút. Ott állt mellettem egy hölgy, és ő ugyanígy, ugyanebben a helyzetben járt, neki pedig Norvégiába tartó repülőgépet kellett volna elérnie. Egymásra néztünk, és azt mondta, hogy na jól van, akkor ő, mivel ő helyi lakos volt, elmegy és megkérdezi, hogy mit lehet ilyenkor tenni. Kiderült, hogy nem lesz már vonat, amivel el lehetne jutni Velencébe, úgyhogy hirtelen arra gondolt, hogy ha én leszek olyan kedves és vigyázok az ő csomagjára, akkor hazaszalad a kocsijájáért, és akkor együtt elmehetünk. Nagyon örültem, így is történt, teljesen ismeretlen hölgy természetesen. Beültünk a kocsiba, elindultunk, és útközben még telefonon a barátaival, akik Padovában éltek, meg is beszélte, hogy most fogunk megérkezni, és hogy segítsenek majd a kocsit elhelyezni valahová. Akkor, amikor Padovába érkeztünk, ez még mindig csak félúton volt Lido-Diezulóig, mondták, hogy én felszállhatok egy buszra, ami ott van a közelben, ez egy helyi járatú busz, és majd Mestrénél szálljak le. Nem tudtam, hogy hol van Mestre, nem jártam még tömegközlekedési járattal azon a részen, de úgy gondoltam, hogy jó, hát felszállok rá. Azt nem tudták megmondani, hogy körülbelül mennyi időt kell majd nekem azon eltöltenem. Felszálltam a buszra, és ott az a kellemetlen szituációért, hogy akik a buszon voltak, se németül, sem angolul nem beszéltek, és itt én is meg voltam nőve, mert én meg nem beszélek olaszul. Fészkelődtem, és próbáltam kézzel-lábbal megkérdezni tőlük, hogy mégis mondják már el, hogy hol lesz majd a Mestre, mert ez egy ilyen kis vidéki busz volt, ami minden egyes kanyarnál megáll, és tényleg nem tudtam, hogy hol lesz. Mutatták először, hogy 4, aztán utána végül kiderült, hogy 40 perc múlva, úgyhogy elhelyezkedtem is. És telt múlt az idő. Olyan 40 perc környékén láttam, hogy még mindig nincsen sehol olyan nagy épület, amit egy ilyen állomásnak lehetne azonosítani, és megint elkezdtem kérdezősködni. Akkor a hátam mögött egy fiatalember, egy fekete fiatalember megütögette a vállamat, és megkérdezte, hogy nem beszélek-e franciául. Hát mondtam, nem. De mondom, esetleg te németül? Nem. Szuahéliul? Kérdezi ő. Hát mondom, nem. De mondom, esetleg te angolul? Nem. Olaszul? Kiderült, hogy sehogy sem tudunk beszélni, de a lényeg az, hogy utána én visszafordultam, és izgalommal vártam, hogy hol fogunk már végre Mestréhez érni. Egyszer csak azt éreztem, hogy a két vállamat hátulról határozottan megfogják, felemelnek az ülésemből, és már hirtelen ott is találtam magam az ajtónál. És közben láttam, hogy egy kéz megfogja a hátizsákomat, és ahogy oldalra néztem, láttam, hogy ez a fiatal ember, aki előtte szuahéli vagy francia nyelven próbált volna velem kommunikálni, mondta, hogy na most itt leszállok. Kinéztem az ajtón, és nem láttam Mestre feliratot, nem láttam még egy állomás sem. Ránéztem, hogy Mestre? Mondta, hogy igen. Tudtam, hogy majdnem mindenki más, legalábbis a baráti körömből, azt mondaná, Ibolya, már megint Ibolya, nem szállt volna levele. Valószínűleg úgy érezték volna, hogy fú, ez nagyon-nagyon-nagyon gázos. Én mégis úgy éreztem, hogy le fogok szállni. És elindultunk. A fiatalember fogta a hátizsákomat, meg a kezem, ami nagyon furcsa volt. Nem akartam udvariatlan lenni, de szépen kicsúsztattam a kezéből, és elindultunk. Lakóházak voltak a környéken. És azon gondolkoztam, hogy most ez komoly, tényleg jól döntöttem, hogy elmegyek ezzel a fiatalemberrel bízva, hogy ő most majd esetleg megmutatja, hogy hol van Mestre. De mégis mentem vele. Közben jelnyelvvel tudtuk meg azt egymástól, hogy hát én nem valószínű, hogy még egyszer vissza fogok jönni az ő kedvéért Olaszországba, de aztán előbb-utóbb mégiscsak a házaknak, a lakóházaknak a sarka után hirtelen észrevettem egy nagy ipari épületet, és ki volt ráírva, hogy Mestre. Megérkeztünk, a fiatalember bement, megvette nekem a jegyet, oda vitt a busz megállóhoz, megmutatta nekem, hogy hol van az a busz, amire nekem majd fel kell szállnom, még nem érkezett meg, úgyhogy meg is várta velem. És akkor, amikor megjött a busz, felrakta a táskámat, adott két puszit, integetett és elment. Hát ez jellemzi az én életemet, és úgy gondolom, hogy mindannyiunk életét, illetve az egész emberiségnek az életét. Ezek után talán nem is fogtok meglepődni, hogy nyáron, amikor idén nyáron történt, egy volt kolléganőm, akivel médiában dolgoztunk együtt, azt kérte, hogy Ibolya, gyere, kávézzünk már egyet, beszéljük meg, hogy mi történt velünk az elmúlt néhány évben. Jó, leültünk.
És akkor egy kicsit kellemetlenül, csak hogy oldja a feszültségét, mondta, hogy de tudod, Ibolya, már én nagyon régóta szerettem volna neked azt elmondani, csak nem szeretném, hogyha megbántódnál, és nem szeretném tényleg, hogyha félreértenéd, de én nem tudtam eldönteni azt, hogy amikor mi együtt dolgoztunk, te most őrült voltál? Vagy csak egyszerűen nem ismerem a te világodat, nem értem meg azt, hogy mi van benned? Megnyugodtam, mert ettől sokkal rosszabbra számítottam. Tudtam, hogy a legtöbb ember számára az, ahogyan én látom a világot, az őrültnek is mondható akár. Megkérdeztem tőle, hogy jó, de akkor mondd meg, hogy miért érezted azt, hogy ezt meg kell kérdezned, hogyha mégis ilyen kellemetlenül érint. Mondja, hogy igazából csak választ szeretett volna, ugyanis ő akkoriban úgy élte az életét, csak azt látta igazából az életben, ahogyan ő élte meg az életét is. És nem értette, hogy engem is ugyanolyan kihívások érnek nap mint nap. És mégis miért van az, hogy én mindig mosolyok? Nem fogom föl, hogy mi ez az élet? Nem fogom fel, hogy mi a valóság? Nem látom, hogy mennyi baj, kén és szenvedés van itt körülöttünk? De látom. Azelőtt néhány évvel Anglia és Magyarország között ingáztam, és egy olyan jelenségre lettem figyelmes, amit én nem tudom, hogy hányan találkoztatok ezzel. Amikor ti utazásra gondoltok, akkor mindannyian ezekre az örömérzésekre gondoltok, hogy hurrá, nyaralunk, megyünk, új élményeket szerzünk. Én is nagyon sokszor nyaraltam, de az ingázásaim között észrevettem egy csoportot, akiket úgy neveztem el, hogy árnyékasszonyok. A repülőtéren találkoztam leginkább velük, illetve buszokon. Azok az 50-es nők, akik 25-30 év házasság után elváltak, azért, mert valamiért már nem kellettek, vagy esetleg őnekik nem volt megfelelő a házasság, és azért, hogy fönn tudják tartani önmagukat, illetve a családjaikat, gyerekeiket, unokáikat, más országba mennek el dolgozni azért, hogy fenntarthassák a családot és önmagukat. Nem tudták gyakorolni azt a szerepet, ami a nagymama, illetve az anyasággal jár. Azért neveztem el árnyékasszonyoknak, mert senki nem vette őket soha észre. Mindig ott ülnek. Ott ülnek ilyen kis sarkokban, és egymás között megbeszélik azokat az izolációval járó fájdalmakat, amiket az emberek nem ismernek addig, amíg nem tudják magukat abba igazán empátiával elhelyezni. Akkor, amikor én felismertem ezt a csoportot, még egy valamit felismertem. Én is egy vagyok közülük. Lehet, hogy nem 50-es plusz, de közelítek hozzá, és ugyanazt csinálom. Anglia és Magyarország között, mint személyasszisztens jártam a világot, és mozgáskorlátozott emberek mellett dolgoztam, azért, hogy fent tudjam tartani a két fiamat és önmagamat. Elgondolkoztam sokszor azon túl, hogy a kolléganőm úgy érezte, hogy én mindig mosolygok, hogy vajon mi az, ami miatt én ilyen helyzetekbe kerülök bele. És rájöttem arra, hogy azért, mert én nem tudom elfogadni azt, hogy vannak bizonyos szituációk is. És mindig álmodtam arról, hogy ez a világ egyszer sokkal igazságosabb és sokkal szebb lesz. Sokkal jobban lehetünk önmagunk, hiszen én is mindig azt követtem, önmagam voltam. Ezért is volt az, hogy legalább 14 és 20 között van azoknak annak a száma, amit munkával, illetve önkéntesként töltöttem el. Ez is mindig egy ilyen őrültség volt a külvilág részéről, hogy Ibolya, és akkor most te tényleg komolyan már megint ingyen dolgozol, de tényleg? Én éreztem benne azt az erőt, azt, amit én ezzel pluszban nyerek, azt a tudást, új képességeket, amit aztán utána egy következő pillanatban, egy megfelelő időben valahol nagyon jól tudok kamatoztatni. Rájöttem arra, hogy én, mint anya, nő, két gyermek édesanyja, és tanulja annak, ami ezekkel az árnyékasszonyokkal repülőtéreken folytatott beszélgetések alapján jött be az életembe, észrevettem azt, hogy a gyökere a dolgoknak önmagunkban, illetve abban a nőiségben van, akik mi magunkban hordozzuk a generációkat, a férfiakat, mint a fiainkat, az unokáinkat, és mi vagyunk az első olyan kapcsolat, akik meg tudjuk adni azokat az érzéseket az emberek számára, amivel aztán a társadalomban, mint társak, nem csak élettársak, hanem munkatársak, akár eladók vagy utastársak, egymás felé milyen minőséget tudunk átadni.
Ez az élmény és ez a felismerés aztán egy érdekes találkozással folytatódott. László Ervin professzor, akinek a munkatársa vagyok, voltam, ő az, aki megkeresett engem, és kiderült, hogy az én elképzelésem a nőiséggel, illetve a női mi voltunkkal, az egybeesett egy angyalnak az elképzelésével. Ez az angyal egy olasz idős ember, neki az volt az álma, hogy szeretné azt, hogyha a nőknek a hangja sokkal erősebben hallatszana a világban. Szeretné azt, hogyha a nők több szerepet kaphatnának a világban. És erre én kaptam meg azt a megbízást, hogy hozzunk létre valamit. Létrehoztunk egy nemzetközi csoporttal egy kérdőívet, illetve elkezdtünk női köröket létrehozni helyi közösségekben, mivel hiszük azt, hogy a helyi közösségekben lévő kisebb csoportok azok, akik a szíve és a fő ütőere annak a társadalmi rétegnek, akik együtt élnek fizikálisan. Rettentő fontos az, hogy ezekben a közösségekben az ott élő emberek tudják meghatározni azt, hogy mi is történjen ott. Maguk a nők olyan potenciával és olyan fajta energiával rendelkeznek, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a férfiak is önmagukká válhassanak, hiszen olyan eltorzult világban élünk ma már, látjuk a szimptomákat, és megpróbáljuk kezelni, mindannyian, mind a ketten, férfi és nő, mind ugyanazt akarja, mind ugyanazt szeretnénk, hogy szeretnénk egy szép világot a gyermekénk számára, csak másképp látjuk, másképp közelítünk. Ezt a potenciált, ami a nőkben van, ezt eddig csak a gyakorlat miatt elfelejtettük használni eléggé. Én úgy érzem, hogy ma már egyre több olyan jó példa van, kezdve attól, hogy maga az internet, illetve azok a közösségi hálózatok is, mind maga a feminin energiát jelképezik, hiszen a kapcsolódás az, hogy komplexen összefogunk, és egymásért átlátható módon nyitottan próbálunk közeledni empátiával. Ez mind abból a femininből származik, amit már én a nőiségen túl lévő jelenségnek mondanék, és én azt mondom, hogy ez a férfiakban is ugyanígy benne van, ebben kell nekünk segíteni. Azt a teret megadni, hogy ez ki tudjon bontakozni minél inkább a férfiakban is. Számtalan ilyen példa van rá, vannak például a Közel-Keleten is ma már olyan kezdeményezések, mozgalmak, ahol férfi indított el, például olyat Izraelben, hogy szeretlek Irán, a kislányával együtt egy fényképpel bejárt az egész világot, és ezek a közösségek, ezek az empátiával és valódi szeretettel elindított közösségek azok, amik ma változtatják a világot. Maga a hierarchia bomlik le a szemünk előtt, bár még mindig az érzékelhető, hogy vannak, akik próbálnak belekapaszkodni csak azért, mert ez megszokott, de a jelenség az, hogy ezt a fajta feminin energiát, ami bennünk elsősorban nőkben van meg, ezt ugyanúgy a férfiakban is megtalálhatjuk, és a férfiakkal együtt közösen kell, hogy ezt a világot egy sokkal élhetőbb világá alakítani. Ez viszont nem megy másképp, csak akkor, hogyha mi valóban meg tudunk maradni önmagunk, és ehhez én nekem csak egyetlen egy üzenetem van, hogy ne játsszuk más játékát, játsszuk a saját játékunkat másokkal. Köszönöm szépen!